először egy szolgálati közleménnyel kezdem, ez a Két csaposok műsora, a társamat sajnos egy sötét éjszakán leütötték, agyalapi kezelába összetört, 3 héti kórházban van, de túléli. Virágot majd a stúdióba kérünk küldeni, és jó kívánságokat is. Így hát velem kell beérni, illetve jó hírem van, hogy azért itt van Bangóné Borbé Ildikó, aki hát nem csak, hogy sokkal szebb nálam, hanem jobb kedve is van, tehát egy csomó jó tulajdonságot tudok elmondani róla. De ha már így nevetgélünk, hadd csapjak bele a lecsóba azzal, hogy azért szerintem most eleve jobb hangulatban beszélgetünk, mint hogyha múlt héten történt volna, vagy 2 héttel ezelőtt, ugye? Hát eleve jobb hangulatom van, mert múlt héten leadtuk a szükséges aláírásokat, és nem kellett kínálni az utcán ezen a héten. Ez egy nagyon pozitív hír, mert most nem is tudom, mit csináltunk volna, ha 6 órát kínál kell állni egész nap. És persze volt egy nagyon fontos választás vasárnap a Hódmezővásárhely, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb üzenete a vasárnapnak, hogy 2018. április 8-án a Fidesz leváltható. Most ugye ez történt, és hát persze örülnek a demokratikus ellenzéki erők, az ország is elhiszi? Tehát ugye ez most, mert ilyenkor mindig a paranoia és az aggodalom támad föl bennem, amikor hallgatom Bolgár Györgyet, aki tényleg színnél örüli magát, hogy paradigmaváltás történt? Ez akkora átléptük a Rubikont, vagy csak egyszerűen már megint megtévesztjük magunkat? Szerintem az elmúlt 2 hónapban nagyon sok minden történt, amivel a Fideszt meg lehetett törni. Azt az egységet, amit láttunk az elmúlt 8 évben. Az első, amikor kiderült, hogy a menekült kérdésbe az a bizonyos 1300, ami kiderült januárban, hogy nem igaz, amit a kormány mond, titokban mégiscsak befogadtunk 1300 embert. Majd a következő az Eliosz ügynek a kirobbanása amikor végül is megint csak kiderült, hogy gátlástalanul, amit az ellenzék 8 éve mond, hogy a saját lábon állás az annyira nem is saját lábon állás, hanem az Európai Uniós forrásokat kimondottan a saját gazdagodásokra használják, meg a magyar állampolgároknak a... Hogyha nem féltek attól, hogy az Olaf jelentés kiderül, ezt nem értem, mert ugye korábban megkapták, csak jegelték. Hát mert szerintem ez egy... Teljesen 8 éve arra rendezkedtek be, hogy semmit nem hisznek el a magyarok, a médiát teljesen maguk alá gyűrték, semmit nem hittek el az emberek nekünk, amit mondtak. Már azt gondolták, hogy működik igen, a rendszer. Igen, működik a rendszer. Amúgy előbb-utóbb minden rendszer hibázik. Hát főleg ezt a túltolják. Azért ezt láttuk a történelem folyamán, és lényegében, és akkor a harmadik csapás, ami jött, 3 csapás, ugye már a Hódmezővásárhely, amit szerintem megint csak szerintem senki nem merte volna gondolni. Lehet, hogy gondoltuk, hogy meg lehet csinálni, szorítani. De ekkora fölényen mindenféle választási mendemonda, amit eddig elhittük. Én magam is azt mondtam, mert vasárnap szombat éjszaka volt a hidegfrontnak a kezdete, nálunk is Hajdú-Bihar megyébe -8 fokra ébredtünk. Én azt mondtam, hogy senki nem fog elmenni szavazni, mert mindig ezek a sztereotípiák, hogy ha hideg van, ha eső van, akkor nem fognak menni az emberek. És lássunk csodát, elmentek, és akarták megcsinálni. Én a legfontosabb üzenetnek azt tartom, hogy reményt adtak mindenkinek. Nekünk politikusoknak is, és maga a választópolgároknak is. Én 1 évvel ezelőtt kezdtem el azt mondani, amikor megkérdezik tőlem, hogy mi a receptje annak, hogy Orbán Viktort el lehessen ebbe a közegbe kergetni. Én azt mondtam, hogy egyetlen egy dolog működik, el kell menni szavazni. Na de semmi most más nem működik. Hogy egy kicsit azért a aggodalmat növeljem az ön szívébe, hogy a választók bölcsessége hat a pártokra? Tehát, hogy még durvábban kérdezzek, akkor a Jobbikkal a szövetség? Ugye? Ugye? Hogy ez olyan egyszerű kérdés? Én azt gondolom, hogy maga az összefogást is. Menjünk vissza 2013-ra. 2013-ban, ha visszaemlékszünk, akkor ott a politikusok kényszerítették ki az összefogást. Igen, október 23-án. Igen. Most a magyar nép akarja az összefogást. Igen, de azt mondom, a választó akarja az összefogást. Én azt gondolom, hogy minden felelős politikai erőnek végig kell gondolnia, hogy mit szeretne.
Na, de azonnal hülyeséget beszéltek, emlékszem, tehát Vásárhely után mindenki elmondta, hogy hogy örül, és hogy nem hajlandó összefogni senkivel. Ez volt, esküszöm, az első mondatuk a pártoknak. Másnap már nem, meg harmadnap nem, csak megijedtem. Ismerjük a pártokat, a politikusokat, lehet, hogy egy héttel ezelőtt egészen másról beszéltek, mint egy hét múlva fognak. Az, én azt gondolom, hogy politikai felelősségünk van abban, hogy hagyjuk-e 2018-ba, hogy ez tovább folytatódjon. Én 3 gyermeket nevelek, én nem szeretnék ebbe az országba tovább élni, így, ilyen körülmények között. Nem szeretném a gyerekeimet tovább így nevelni. Világos, én már kicsi arrébb vagyok, mert már külföldön nevelem őket, tehát... Én ezt nem de szeretném. De például, én szívesen visszahoznám. Ez csak meg a mondom, másik. Hogy, így van, hogy így van. Nem zártam be visszafelé a kaput. Csepel. Miért pont Csepel? Hát azért... Az nagyon durva, a történelme, a sorsa, vannak barátaim Csepelen, jártam Csepelen, a csepeli rap nagyon jó, képzelje el. Tehát ha a magyar megkérdezne a zenei vonalon, hogy minek van karakterisztik... Nehogy Zámbó Jimmy hozzá fel! Az Zámbó Jimmy is ott van, igen, de az AK-47 nincs is ott van. Nincs olyan család Csepelen, ahol ne lenne egy Zámbó Jimmy. Egy Zámbó Jimmy és egy rapper. Tehát nagyon érdekes terület. Miért Csepel? Amikor én nem most voltam, nem a mostani kampányban voltam először Csepelen, mint ahogy Zuglóban sem, és hagy jöjjek először a Zuglóval. Amikor az időközi választás volt tavaly, itt Zuglóban az önkormányzati. Én előtte nem nagyon ismertem ezt a terepet, meg én bennem is az a dolgok éltek, hogy Budapesten valahogy egy kicsit más a világ, nincs akkora szegénység, nem tudok olyannal szembesülni, mivel amivel vidéken, Hajdú-Bihar megyébe, Szabolcsba, Szolnok megye, vagy akár még ha Borsod megyét nézzük, és amikor Tóth Csaba képviselő úr meghívott engem ide, hogy segítsek a kampányba, akkor én nagyon sokat jártam akkor itt tavaly, és én döbbenten tapasztaltam azt a fajta szegénységet, azt a fajta világot, amit én szoktam mondani, hogy mellbe csapja az embert, és tényleg mondtam, hogy talán nincs is akkora különbség Budapest meg a vidék között, mint amire én gondoltam, igen. Igen. Káposztás megyer, ha avas lakó terület, vagy mire gondoljunk, Csepel? És Csepel is ugyanez. Igen. Most, amikor így, és mikor megkérdezik tőlem, hogy... De a munkanélküliség, vagy mi miatt? Nem, hát azért Csepelnek a története tudjuk nagyon jól. Igen. A gyárnak a létrejöttével. Úgy nagyon sok vidéki költözött, amúgy Csepelnek az őslakossága az vidékről került fel, és utána úgymond a leszármazottak, akik most ott élnek, lényegében egy munkás osztálynak a leszármazottjai, vagy még talán most is a többsége az. És pontosan elmondtam, hogy ha én megnézem Csepet, tudjuk, hogy a legszegényebb kerülete Budapestnek, akkor majdnem azt mondhatom, hogy nem látok különbséget Hajdú-Bihar megye azon része, ahol én élek, és még van egy nagyon furcsa dolog, kimentünk a gyár területére. Uh-huh. Tudja, milyen érzés volt, mint ha én a Kabai Cukor gyár területére mentem volna be. Mert a pusztulás mindenütt hasonlít? Igen, a szegénység mindenütt ugyanaz. Uh-huh. A szegénységnek a szaga mindenütt ugyanaz. A szegény gyereknek a tekintete az Zuglóba is ugyanaz, ott Csepelen is ugyanaz, meg nálunk Abán is ugyanaz. Nincs különbség köztük. De hadd legyek vulgár marxista, mert még Molnár Gyulával is összekülönböztem ez ügyben, hogy nekem nem volt problémás a Botkának az a vezérszólama, hogy a gazdagoktól vegyük el, és adjuk nekem oda a szegény. Nekem ezzel nincs bajom. Jó, csak én is ugyanezt mondtam, hogy ez egy nagyon régi baloldali gondolat. A gazdag embereknek van felelőssége a társadalommal szemben, és sokkal nagyobb felelőssége van, és én nagyon haragszom erre a kormányra, mert én pontosan lehet, hogy én még mindig idealista vagyok, és abba hiszek, hogy minden gyermeknek egyformának kellene lennie, mert egy gyerek... Az esélyek szempontjából. Igen, mert higgy el, az, amikor a gyerek egy szülőszobán megszületik, egyetlen egy gyermek nem kéri, hogy megszülethessen. Őnek ehhez nincs köze, mert nincs beleszólása. Igen, emlékszem rá, hogy én se tudtam arról, hogy megszületett, csak később. És én nekem mindennél fontosabb a világon az, hogy a gyerekek hogyan nőnek fel, vagy milyen helyzetbe kerülnek. Valahol az én életemet mindig ezt határozta meg, hogy a gyerekekkel mi van. Vagy olyan 11 évet dolgoztam óvodába, utána vidékfejlesztéssel foglalkoztam, de maga az én életemben is, én nagy családban nőttem fel, 6-an voltunk testvérek, most is, ha a szűk család összejön. Akkor a gyerekeken akar segíteni?
Hát ez egy fontos dolog szerintem, fontos, hogy az embernek megvan. Szerintem a legszorultabb helyzetben. Én nekem mindig ők voltak az elsők. Mindig, világéletemben, amióta az eszemet tudom, hogy a gyerekek, nekem van egy személyes sorsom is ebben, ugyebár mi 10 évet küzdöttünk a férjemmel, hogy gyerekünk lehessen. Hála jó Istennek, végül 3 gyermekünk született, és... Én nekem szívfájdalmam az, amikor egy kormány minden nap elmondja, hogy ő családbarát meg a gyerekekkel, hogy csak ma iszonyatos nagy különbség van gyerek és gyerek között. Nem szeretné, hogy jó szakmunkás legyen a gyerekeiből? Az nagyon fontos, hogy jó szakmunkásaink legyenek. Igen, kicsit ironikus, nagyon, nagyon fontos, csak ahhoz az oktatási rendszerünknek is olyannak kellene lenni. Nem, nekem nem. A lehetőséget kell megadni a gyerekeknek, hogy ők azzá válhassanak, amivé akarnak. Nagyon fontos. Én a gyerekeimnek is azt szoktam mondani, hogy 16 évesek a lányaim, a fiam 13 éves, hogy nekem mindegy, hogy szakmát tanul, csak érettségizzen le, és utána adja meg, legyen egy alapvető műveltsége, adjuk meg, meg miért baj az, ha van egy diplomája, és azután lesz egy szakmája. Képzelje, én azon töröm a fejem, hogy várok, vannak nagylányaim, meg 2 kisebb fiam, és ha tovább romlik a magyar oktatás, akkor nem hozom haza a gyerekeket, mert azért lássuk be, hogy egy darabig bizonyos szintig jó volt a magyar matematikai oktatás, melyeket tudnék hozni. Pozitív példákat, vagy kint tanuljanak. Tehát azért, ha mondjuk kormányváltás lesz, rettenetes nehéz lesz a színvonalat, mert az oké, hogy lehet másként csinálni, de a színvonalat visszaállítani, amit szétromboltak. És közben itt több generációról beszélünk. Hát igen, akik, ez a probléma, akik, hogy több generáció. Így van, igen. Így van. Én most azért vittem el a kisfiamat 6-osztályos gimnáziumba tavaly, mert pontosan nem ő rajtuk, már a lányoknál fog kezdődni a 16 évesek, most ők elsősök, 9-esek, mert nyelvet tanultak egy évig 0-ba, spanyol-angolt. Helyes, a spanyol világnyelv. Így van, így van. És ők lesznek az első korosztály, akik úgy mehetnek egyetemre, főiskolára, hogy az érettségével a középfokú nyelvvizsgát meg kell, hogy szerezzék. Amivel semmi probléma nincsen, mert mondjuk meg őszintén, nagyon le vagyunk maradva ezen a téren, legyen meg, na de ha az oktatás nem tudja ezt biztosítani, már pedig egy sima gimnáziumban, hogyha nem nyelvszakra megy, akkor itt megvan halva ez a korosztály, vagy elment nyelvi előkészítőre, vagy anyuka meg apuka annyira jól keres, hogy meg tudja nekik a külön órát venni. Csak sajnos odáig eljutottunk most már, hogy már most már lassan mindenből meg kell a külön órát venni, mert olyan mélyre süllyedt az oktatásnak a színvonala, és megint visszatérek, mert itt vagyunk. Én ebből élek, azért nem mondjam ilyet, mert én néha tanítok otthon embereket, és rájöttem, hogy eljutottunk oda, hogy már... Ha valaki azt akarja, hogy meg... Igen. Tehát igen, és általános iskolába ide jutottunk, hogy csak közben megint, ha megnézzük, és nem akarok itt adatokkal fárasztani a nézőket, hogy mekkora lehetősége van Zuglóba mondjuk egy szegény családnak külön órákra hordani a gyerekeket, vagy mondjuk nálunk Hajdú-Bihar megyébe, ott, ahol én élek Kabán, és látom, hogy nem. Alapvetően, és bűnös az a kormány. A velejéig romlott és bűnös, aki ezt teszi a gyermekeinkkel. Igen, csak mindig a protest vonalban azért vannak kételjeim, hogy persze a magyarok protest szavaznak általában, de iszonyatos jó lenne kimászni ebből a gödörből, és valami újabb Magyarországot építeni, ami nem arról beszél, hogy mennyire bűnös a másik, tehát bizonyos szempontból már érdektelenné válik, hogy ki követte ezeket a bűnöket. Nem, egészségügy. Mindenki elkövette. Gondoljon bele. Én itt nem fogok vitatkozni, hogy a Magyar Szocialista párt, amikor az SZDSZ-el kormányzott, hogy milyen hibái voltak, meg akkor még nem voltam. De meg az MDF. Hát alapvetően én azért haragudtam, meg 90-ben voltam, ezzel kezdtem, amikor beszélgettünk, 90-ben voltam 18 éves, akkor voltam első szavazó életemben, először szavaztam a jobb oldalra, és utoljára az MDF kormány idején, és én 18 évesen, akkor azt az időszakot, azt a 4 évet, iszonyatosan nehezen éltem meg, hogy én a szocialista rendszerben nőttem fel. 72-ben születtem, akkor már volt jó része a szocializmusnak és a 80-as éveket. Én imádtam gyereknek lenni abban a korszakban. Úgy, hogy én egy egyszerű fizikai munkás embernek, az édesapám, az édesanyám meg háztartásbeli volt,
iszonyatosan, vagyis átlag család voltunk, szegények, majd utána egy átlag család, iszonyatosan sokat kellett nekik dolgozni, és gyerekfejjel nekünk is. Viszont mindent el tudtunk érni, amit akartunk abba az időbe. Ma bármit csinálunk, és nagyon érdekes, hagyd meséljem el ezt a sztorit, ültünk 90-ben az asztalnál, mint egy jó család, soha nem felejtem el, mindig megbeszéltük, hogy hogyan szavazunk, és apu megkérdezte, hogy na, és akkor mondtuk, hogy hát persze a változásra nem kell, a szocializmus, kapitalizmus kell, a nyugat, és akkor apu ült az asztalnál, és akkor mondta, hogy jó, hát szavazzatok akkor a kapitalizmusra. Soha nem szavazott jobb oldalra. Soha pedig nem volt pártag meg semmi, soha nem szavazott. Majd mikor így eltelt az idő, férhez mentem, és akkor dolgoztunk, munka mellett még vállalkozásunk volt a férjemmel, és akkor egyszer beszélgetünk, és apu megkérdezte, hogy hát mi a baj? Hát mondom, apu, ez borzasztó, mondom, dolgozunk, neki is munka, nekem is, meg még vállalkozunk, és hát ez vagy, de nem jutunk 5-ről a 6-ra. Kellett nektek a fenen majd kapitalizmus. Ti akartátok, most már szagoljátok, így mondta apu. Jó, persze azt is tudjuk, hogy nem volt már fél. János pápa is mondta, hogy azért, mert összeomlott a szocializmus, a kapitalizmus bűnei megmaradnak. Így van, így van. És az én apukám nem volt egy tanult ember. Mégis annyira szépen meg tudta fogalmazni azt, hogy mondom úgy, hogy nagyon nehéz volt abban az időben nekik a háború után, meg, de mégiscsak azt látta az ember, ha dolgozik, ha tanul, tisztességesen neveli a gyerekeit, iskolába iratja, akkor ennek van. Most én mit látok? Azt látjuk, hogy talán soha nem volt ekkora a mély szegénység és a gazdagok közötti távolság a demokrácia történetében. Így van, és ha visszatérünk már az egészségügyre, az imént, és nem menjünk el emellett, hát az ember nem hall, vagy nincs olyan nap, hogy 4-5 olyan esetet ne hallana, amikor arról beszélünk, most ma délelőtt, ugyebár Óbudát, nem tudom, hallott-e, hogy mondjuk Óbudán pelenkázó asztalt kérnek a gyerekosztályon. Igen. Kiírták a falra, Óbudán, nem vidékről beszélünk, Óbudáról beszélünk, a gyerekosztályon kiírták, hogy kedves szülők, egyetlen egy rossz állapotú, nem tudom teljesen. Nem viszek be. Nem most vittünk komolyan. Be, ma ötöt ja, vittünk jó, be. Jó, de az ember az első gondolat, akkor viszek be. Igen, mert én is azonnal felhívtam a helyi képviselőnket, hogy na, akkor gyorsan menjünk, vásároljunk, hát most itt tartunk, hogy hol hősugázót kell válni, és ezek az ilyen apródok, közben meg meghalnak emberek, 10 órákat várnak a sürgősségén, és tudja, hogy egy érdekes adatot mondok, hogy a magánellátásban kik veszik a legnagyobb igénybe a magánellátást Magyarországon? Na, én most teszek fel. Ez nem egyszerű kérdés, mert kapásban azt mondanám, hogy a gazdagok, de nem biztos. Nem, tudja, kik veszik igénybe? A gyerekes családok. A gyerekek, mert a felelősség. Azért, mert a felelősség meg a gyerekért az utolsó fillért oda tudja adni, azért, hogy ebből kijavíts ki, mert a gyerek beteg, akkor azért mindent. És én is döbbentem, én is ugyanez az első reakció, hogy a gazdagok nem a állami ellátást, a gyermektelen jómódúak veszik a legnagyobb igényt. De döbbenetes. Döbbenetes. Én emlékszem, hogy jártam a 80-as évek Ceausescu féle Romániájába elég sokat, és ott volt ilyen kórházi állapotok, és én az borzalmasnak láttam, soha nem tudtam elképzelni, mert ez Magyarországon lesz ilyen. Igen. És amikor apám bekerült a kórházba, és be kellett mennem a János kórházba, ez egy kafkai élmény volt, hogy nem az volt a vicces, hogy orvosok vannak a családban, és bementem, és mondtam, hogy ki kell hoznunk apámat, és az orvosok néztek ránk, hogy miért. Mondtuk, hogy mert a kórház nem alkalmas az ápolásra, és annyira jó fej orvosok voltak, hogy mondták, hogy ez így van, és kivittük a kórházból. Tehát az félelmetes, hogy az ember akkor kerül a legnehezebb helyzetbe, a kórházba kerül. Így van, és közben azért mind beszéltünk, hogy az oktatást hogyan lehet majd helyrehozni. Na ezt hogyan lehet majd helyrehozni? Az egészségügynek a helyzetét, amiben belekeveredtünk, és megint oda térünk vissza, hogyan fogjuk hazacsábítani az ápolónőket, az orvosokat. Mi lesz az a hívószó? Elegendő lesz-e az a hívószó, hogy leváltottuk Orbán Viktor NER rendszerét, és akkor gyertek haza, mert haza kell jönnötök. Talán, mert annyira hülye nép a magyar, tényleg, hogy talán elég lesz, igen. Igen, hogy elegendő lesz ez a hazaszeretet, a maga a hazánk iránti szeretet, ha lehetek igen, demagóg, mert a nyelv hogy igen, fogva tart, igen, az, igen, meg ezek emlékek, meg tudja, mit ad fogva? Hát engem a nyelv, de mondja. Ez az átok gyökér.
Hát ha jó. Volt, hogy ez a gyökér, ami az embernek ott van, és tényleg én is azt mondom, nekem a férjem több mint 10 éve mondja, hogy menjünk el. 10 éve. Én azt nem tudtam eltenni, hogy eljöjjek Kabáról. Ez a Balabba, azt nem mondja, hogy uram, csak férjem. Én csak macsó hozni próbáltam. Ezt nálam tudják a párban, hogy mikor aztán mondják, hogy uram, az nálam így mindig, hogy nem, nekem férjem van, azért ezt az uram kifejezést, ezt hagyjuk. Ki főz otthon? Hát, a férje? Nem, én nagyon szeretek. Már elkezdtem rettegni. Nem, én nagyon szeretek, és állítólag nagyon is tudok. Hát most, mikor múlt héten nem voltam az aláírásgyűjtésben otthon, úgyhogy ráadásul betegek voltak, influenzások, úgyhogy akkor ő főzett. Úgyhogy. Akkor még egy tesztelő kérdés. Van külön dolgozó szobája? A férjemnek? Nem, önnek. Nincs. Tudom, ezt akarom mondani. Lehet figyelni, hogy a magyarok, amikor kitalálják a lakást, nem is akarom. Nem adnak dolgot, tudom. De nem is akarom. Én... De nem, ezzel fel vagyok háborodva. Miért? Mert ugyanolyan lény, mint a férfi. Tehát a férfiaknak jár a dolgozószoba, vagy a kiskamra a pincébe, a nőknek a konyha. De nem, a konyhába főzés mellett nagyon jól lehet dolgozni. Egy nő erre van kitalálva. Értem, sok mindenre konyhába tudunk lehet a legjobban beszélgetni, és azt is tudom. Hát, de közben én főzök, leülök, 2 e-mailt elküldök, akkor jön a telefon. Gondolja ez nagyon éjszaka, nagy... hogyha lenne egy külön kis kuckója. Nem szeretem. Tudja, itt van egy a képviselőknek bérelnek Pesten lakást, ja, a vidékieknek. Én mindig azt gondoltam, hogy én mennyire fogom élvezni, mert ugyebár mindig nagy családban voltam, a munkahelyem is mindig ilyen sok gyerek, sok zaj, hogy mennyire fogom én élvezni azt, ha valamikor ilyen jó kis magam leszek. Hát én annyira szenvedek tőle, mint a kutya. Ettől a steril környezettől, hogy hát az kell, hogy ott duruzsoljon, mondja a maga kis problémáját, jöjjön, menj egy picit, emeljük meg a hangon, ilyenek vagyunk. Tehát a közösség keresztjén szeretném meghallni. Igen, ez biztos így az ember egy kódolták belém. Igen, de azt mondják, hogy azért van kétféle típusú ember, mert a tudós az, aki ugye beül a magányába. Hát ez már eldőlt hamar, hogy nem az leszek. Mikor dőlt el és hogyan? Hát, hogy mondjam, én ahogy így visszaemlékszem, amikor óvodás voltam már, akkor óvónéni akartam lenni, majd, hogy volt, annak az oktatási rendszernek is volt hibája, imádtam rajzolni, és mivel, hogy egy kicsikét másképp rajzoltam, mint a többi gyerek, nagyon szerettem a színeket, úgy mindig úgy lecsaptak, hogy ezt így nem így kell csinálni, hanem azt a vonalast, azt úgy kell, és egy picit elvették a kedvemet tőle, majd jártam, biztos van egy picike ilyen művészi hajlam bennem, mert én 8 évig szavaltam esküvőkön, imádtam azt a korszakomat, meg hát zeneiskolába jártam 8 évig, azt is szerettem, és most a Rebeka lányomnál van meg ez a rajzolás, ő nála nagyon. Akkor vigyázni kell az iskolával? Hát nem olyan iskolába jár, mert nyelvet tanul, de most vagyunk abban a korszakban. Igen, hát mivel, hogy heti 1 óra rajz van, azzal nem tudunk mit kezdeni, de ő napi szinten 3-4 órát rajzol. Jó, mert aztán és imádja, miből lesz a cserebogár, azt nem tudjuk soha. Hát ez amikor megkérdezi tőlem, hogy anya, ezzel mit lehet kezdeni, úgy én is állok döbbenten, hogy mit is mondjak erre, hogy mit lehet a rajzolással kezdeni, és ő ráadásul nem úgy rajzol, hogy magától próbál rajzolni dolgokat, hanem nagyon érdekes, mert ő letesz maga elé valamit. Most a legutóbbi rajza az volt, hogy jött az iskolában a angol nagykövet, és az angol címet kellett neki, pont ő neki, és maga elé vesz, és ő máshol. Az legapróbb dolgokig mindent nagyon, és 3-4 órákat mondom naponta, és addig nem fejezi be még a legapróbb részt, a satírozástól kezdve minden nincs meg. Nagyon ez a művészet gyökere, a másolás, az altamirai barlangót, ez így zajlik, igen. Megtanuljuk a formák, a szellemeket, és utána használ. Hát meglátom. Azért bízom a gyerekében, mert megmondom, hogy nagyon szégyellem magam, a Orsi lányom 11-12 évesen mondta, hogy ő divattervező lesz. És akkor én jártam iskolába 1 évet. És akkor mondtam neki, hogy hát persze, mert ugye minden lány divattervező lekezdeni, és aztán az lett. Hát, az lett, hála és jó égnek, hogy igen, csak azért mondom, hogy csak elszégyeltem magam, hogy igen, hinni kell a gyerekeinkben, még ha butaságokat is beszélnek gyerekkorukban, mely szerint ő vonatvezető lesz, vagy divattervező, vagy meg a gyereknek vagy erősíteni kell, hogy magába bízzon, mert én is sok mindent, hogy mondjam, az egyik, a másik ilyen volt a divattervezés, hogy imádtam az is, csak amikor 1 évet oda jártam már felnőtt fejjel, akkor szembesültem vele, hogy
vannak ilyen nagyon zárt világok, amiben nagyon nehéz. Hát a politika is ilyen. Hát ilyen, a politika is ilyen, hogy igen. Vannak ilyen zárt világok Magyarországon is, amiben igen. Mondjuk egy gazdag világ is, amiben beleszületni kell, vagy ellopjuk a fél országot, igen, és az aztán úgy várunk az Orbán rendszer. De vannak ilyen, és a divat szakma is amúgy egy ilyen nagyon nehéz szakma, amiben nagyon nehéz belekerülni. Na de hát én sem voltam kitartó ezen a téren, megmondom őszintén. Ha mondjuk azt, hogy minden sikerül, melyik területen akarna Thatcher lenni? Poénkodni szoktam, hogy én nagyon szeretnék egy ilyen jó szolgálati nagykövet igen? lenni. Az mit jelent? Nem ez... Mindenféleképpen UNICEF? Szociális, nem szociális. Én nem szeretek világot járni. Uh-huh. Voltam jó sok helyen, de nem szeretek. Én elég, mondtam már, ezek a gyökerek nagyon mélyen vannak. Ez a szabolcsi gyerekek elegek. Én szerintem van dolgunk itthon. Igen. Van dolgunk, elég dolgunk itthon, és ha mindig azt tudom mondani, hogy csak egy-két lelket tudunk megmenteni, az már óriási előrelépés lenne Magyarországon. Egy gyerek is. Ha egy gyereket meg tudunk menteni, az már akkor már mindent megtettünk. Akkor a hegedű Zsuzsa helyére. Jó nem, lenne. Én nem szeretnék a hegedű. Tudom, a szocialista hegedű Zsuzsa lenni. Mindenki szeretnék ilyen gonoszkodó kérdezni. De én megmondom, hogy nem szeretnék szocialista hegedű. Én is imádom a kutyákat. Az autók nem érdekelnek, azt hozzáteszem, úgy az abszolút nem. Én szerintem lenne dolgunk itt Zuglóba is, hogy mit csináljunk itt a gyerekekkel, és csak azért, hogy egy kicsikét tényleg, hogy helyi pályán legyünk. Amikor én itt voltam tavaly, voltam óvodában is Csabával, meg mentünk így lakásokra, és én szerintem az a baj, hogy Magyarországon már nincs olyan körzet, nincs olyan kerület Budapesten, ahol nem kellene ezzel foglalkozzunk, hogy maga a gyerekekkel mit csinálunk, vagy mondjuk a másik társadalmi csoport, ami az egyik legnagyobb veszélynek van kitéve, azok az egyedülálló nyugdíjasok, akiknek a szegénysége itt és Zuglóban is. Igen. Van komoly probléma. Most hagynak meg, igen. Igen, nagyon-nagyon komoly probléma, és én azt gondolom, hogy ezzel nem lehet eleget beszélni róla, és nem lehet eleget tenni. Hát amikor Teréz anya Kalkuttába kiszúrja, hogy Magyarországon annyi a szegény, hogy ide küldi a Teréz anyákat, akkor elgondolkodtam, mikor fogják a magyarok beismerni azt, ami messziről már tudható, látható. Még azért Indiában a szegénysége sokkal vaskosabb. Múlt héten az aláírásgyűjtéskor mentünk ki lakásokra is, és egy néni felhívott, 83 vagy 84 éves volt, és mondta, hogy menjünk már ki, mert ő már nehezen mozog, és menjünk ki az aláírásért. És persze ilyenkor az ember egy fél órát rá kell, hogy szálljon, és akkor minden búját baj. Hát egyedül él panelba, hát ugyebár Csepel panel részébe, és elmesélte, hogy 100 000 forint a nyugdíja, a lánya az Újpesten él, a sérült unokájával, és minden hónap 50 000 forintot elküld a lányának. A 100 000 forintból, szép. És ilyenkor az ember szép. Döbbenten áll. Persze én tudom ezeket a dolgokat, hogy értek én, mire most is kiráz a hideg, hogy ezt hogyan lehet csinálni? Ezt hogy? 100 000 forintot egy egyedülálló nyugdíjas megkap, és abból 50 000 úgy forintot csinálja, hogy nagyon keveset eszik, ez nagyon kevés energiát éget el. Nagyon kevés a fűtési számlája, mert akkor a másik helyre elmentünk, akkor meg a kertvárosi részbe, ugyanígy 80 éves, egyedül megmutatta, hogy a három szobából két szoba le van zárva, kinyitotta, ahogy kinyitotta az ajtót, ahogy a hideg megcsapott bennünket, mert fűtés nélkül csak az a minimális, hogy el ne fagyjon. Szóval, és akkor erről beszélünk, hogy a 21. század Magyarországa. Hát igen, igen, sajnálom. Én is a szegények miatt vagyok baloldali, csak hogy van bennünk közös vonás. Pedig nem, én elvileg osztályidegen voltam a szocializmusban a származásom miatt, de ugye az ember nem... Hát mert milyen származás? Az osztályidegen? Az nem volt munkás paraszt. Tudom, azért mondom, hogy milyen származás. Tudom. Természetesen köztársaságpárti vagyok, tehát ez is nyilvánvaló. Csak mondom, hogy valóban... És ugye nagyon érdekes, mert nem csak Magyarországon, hanem az egész világon egyik legnagyobb probléma lett a szegénység. Tehát még azt is mondhatjuk, hogy nem csak azért kell megoldani, mert Magyarországon vagyunk, hanem az egész világ egyik legnagyobb problémája az, hogy lényegében a migráció is ezért történik, mert a javak
nagy részét egy nagyon kicsi közösség uralja feláborító módon. És azért olyan mondtam, jó, hogy ilyen forradalmi zuglóadást csinálhatunk, amikor ilyeneket mondani. Én azért mondom, hogy én nem vagyok egy tehetős ember. Soha, az én családom soha nem volt az. Nem is akarok azzá válni, hozzáteszem, hogy nekem sokkal nagyobb értékek vannak az életemben. Én azt mondtam, hogy én a világ leggazdagabb embere vagyok. Amúgy a világon a leggazdagabb ember vagyok. Van egy jó férjem, és 3 csodálatos gyerekem van. Az össz vagyonom ez, és ettől több nekem nem kell. Egy kell még, hogy engem hagyjanak dolgozni. Semmi más nem kell. Hagyjanak dolgozni, élni, és én nekem mindenem megvan, mert megadatott az életembe az, hogy egy jó családba élek. Nekem erről nem... jut eszembe hát... most... El tudja azt képzelni, hogy Mészáros Lőrincé lesz a Gellért szálló? Hát most azt olvastam, hogy talán mégsem. Mert? Nem olvastam végig csak a szalagcímet, mert nem értem rám. Amúgy ez is felháborító már, hogy tényleg eljutottunk odáig, hogy ez az ember már mindenhez ért, a közétkeztetéstől, a gázszerelésig, a vasútépítéstől, a szállodaiparig. Hát Zuckerbergnél jobb. Képessége. Igen, láttam azt a... Igen, olvastam én okosabb, is, hogy igen, okosabb. Én nekem még ezzel se lenne bajom, csak mindenki tudja, hogy ez nem igaz. Hát igen. Mert ha okosabb lenne, és úgy szerezné a vagyonát, akkor azért azt mondanám, hogy meghajlok előtte egy fantasztikus ember. Igen, végre legyen a Mészáros Lőrinc a miniszterelnök, mert hát tudjuk, hogy a mi miniszterelnökünknek semmilyen nincsen. Csak a Mészáros Lőrinc. Az, hogy például Platon sátorponyva készítő volt, igazolja azt, hogy az, hogy ő gázszerelő volt, ez önmagában még nem lehet. Egy jó szakmunkás aranyat ért. Most mi tudjuk Magyarországon, hogy egy jó szakmunkás, akkora kincs, mert már mindenki elment külföldre, ezt látjuk mi is, hát ha már a házat ki kellene festeni, vagy gázt kellene szerelni, már mi se lelünk otthon. És ezzel semmi baj, de azt mindenki tudja, hogy ez nem igaz. Orbán Viktor stromanya, és szétrobban. Igen, hogy szétrabolták, mert már semmi nem elég. Az, hogy a külföld észrevette, most hallottam, hogy egy amerikai középintézet, tehát ez nem baloldali liberális soros erő, javasolni fogja, hogy utasítsák ki Amerikából. Egy olyan névsort olvasták fel, hogy elsápadtam, Orbán Viktor, Tiborz, Mészáros Lőrinc. Én meg azt mondanám, hogy ne tegyék már ezt velünk, vigyék már őket. A külföldi vagy, ilyenkor a külföldi, de ne vannak pozitív. Ne, vigyék. Külföldi vagy, zárolják ám a külföldi vagyot. Biztos Amerikában van? Amerikában zárolják. Hát, ja, hogy biztos, hogy ott van-e a pénz? Hát nem oda jár Orbán Viktor, nem oda jár a kis táskájával, meg Svájcba, meg ki tudja hova. Igen. Úgyhogy persze ezek nagyon fontos lépések, hogy vannak. De hogy a külföld is nemet mond Európán. Ez amúgy nagy baj nekünk. Hát nekünk nem jó hírünket kelti, az kétségtelen. Vihetnék őket, a vagyont azt adják vissza. Az, hanem most amúgy ez is politikai felelősségünk lesz, hogy mit fogunk ezzel kezdeni, hogy tényleg... Tényleg lehet-e visszaszerezni az elrabolt vagyont? Mikor jön el a rendszerváltás után az az idő, amikor lesz egy olyan politikai erő, aki bizony ezeket az elrabolt vagyonokat, a Tiborc, a Mészáros, a Simicska, ne hagyjuk ki a Simicskát sem, mert nekem nem lett attól a barátom, én nem felejtettem el, hogy azért az első 4-5 év azért arról szólt, hogy Simicska Lajos vitt mindent. Igen, szóval azt nem kell elfelejteni. Nehéz lesz itt igazságot tenni. Garancsik és a többi, hogy ha ezt, és lényegében újra a politikába a választó akkor fog megbízni, hogy egyszer ez el fog indulni. Ma az a baj, hogy az elmúlt 27 évben, 28 évben mindenkire azt mondják, persze ott volt a tűz közelébe, és hát vitte. Uh-huh. Ez nem természetes, hogy ott van a közelébe is viszi. Uh-huh. Én ezért utáltam meg a Fideszt. Amikor hatalomra kerültek, én is akkor voltam nagyon fiatal, én mindig azt mondtam, hogy a fiatalságnak van egy előnye, minden, úgy tenni akar, és megy előre, és lehet sokszor neki megyünk annak a falnak, majd visszapattanunk, nem akarjuk meghallgatni a tanácsokat. Na de bocsánat, ezek már akkor is ilyen rohadt éhesek voltak, csak nem volt 2/3. Én emlékszem, hát, én Fidesz alapító vagyok, nagyon szégyenem, de tényleg, de az úgy történt, hogy... Mindenkinek megvan maga keresztül. Igen.
hogy azért lecserélték ám a Fidesz tagságot. Egy részét igen. Azért mondom, hogy arra nagyon figyeltek, hogy... Nem, engem akkor nagyon megbántottak az alatt, hát a 4 év alatt. Mi ma akkor szenvedtünk a... sok minden volt, a családpolitikájuk bántott meg nagyon. Mi már akkor küszködtünk ebbe a gyermek témába, hogy nem lehet. És akkor volt, hogyha emlékszik, hogy 3 gyerek, 4 kerék, mit tudom én, hány szoba. És én mindennek a képenben nyomták, hogy én nem vagyok egyenértékű azzal, akinek gyereke van, melyen egy semmire kellő vagyok, melyen nem tudom produkálni. Én nem voltam szingli, csak tudom, csak most jut eszembe, hogy tényleg volt ez, hogy, amikor megtámadták a szingliket. Ezt nem szabad elfelejteni. Én nem felejtettem el nekem. Olyan mélyen megbántottak engem azzal, hogy nem hogy segíteni akartak volna, hanem minden nap oda nyomták a tört a szívembe, hogy nem vagyok ugyanolyan állampolgár a hazának, mert nem hozom még, és nem tudok gyereket szülni, és hát milyen nő vagyok én, meg biztos én akarom, hogy ez így legyen. Ez nem igaz. És ráadásul Magyarországon ez sokkal nagyobb probléma, és erről is nagyon keveset beszélünk, minden ötödik magyar családot érinti a meddőség. És független attól 50-50% nő férfi hibába nem lehet különbséget tenni. Egy olyan óriási problémáról, vagy problémával szembesülünk, ami minden évben növekedni fog, mert ezt hozza magával a civilizáció, hozza a fejlődés magával, és lényegében nem megbélyegezni kell ezt a társadalmi csoportot, de hát ebben a Fidesz nagyon ügyes, hogy mindig mindenkit, aki nem tud valami olyat, igen, a szegényeket, a hajléktalanokat, az elesetteket, a mentőket, igen, a közmunkásokat, igen, ebbe ők nagyon, nagyon erősek, nem szabad, én azt gondolom, hogy nekünk, nem sokáig nekünk segíteni kell, akin csak lehet segíteni. Jó, de legyen így, tényleg, mert... Rajtam nem múlik. Ez biztos, én eddig sem múlott rajtam. Van róla felvételünk, dokumentum felvételünk most már. Hogy? Hát a kamera rögzítette a szavait. Hát én jó, csak mondom, milyen vicces, amikor Orbán különböző országából a beszédeit vissza. Elég nyílt ember vagyok, én elég sűrűn konfrontálódok. Én azt szoktam mondani, hogy én aztán rohadtul nem félek egyiktől se. Jó, nekem nincs a hátam mögött sem olyan... Baj, vagy a fejemen, vagy nem akarok én zsandárk lenni. Miért nem volt? Tudja, hogy nem akar férfiaknak parancsolni? Nem. Zsandár parancsolt, és szót is fogadtak, és nyertek is a... Nem, az Alföldinek az utolsó franciák rendezése volt a Nemzeti Színházban, amikor, mert nem egy kedvenc művem, és a utolsó, legutolsó előadást sikerült megnézni, zseniális volt hozzá. Teszem teljesen mai politikai világra, Magyarországra, nagyon zseniális volt, nem akarok zsandárk lenni. Már nézze ezzel meg lehet, a Luc Besson-féle zsandárkot is. Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt még lehet vonzott volna ez. Most nem. Mert gyerekei vannak nem, már most azért. Már, igen, azért egy picikét az ember csendesedik meg, meg abból a, bár még így is azt mondják, hogy elég vehemens vagyok meg. Thatcherhez mit szól? Mert én őt tartom a legkeményebb női politikusnak, nem, akit valaha láttam. Nekem mindig azt mondják, élőben, hogy én mennyire kemény vagyok. Én nem vagyok egy kemény ember. De a pasik szeretik. Tessék? Amikor Thatcher azt mondta... Szerintem a pasik nem szeretik a kemény nőket. Amikor Argentina megtámadta a Falkland-szigeteket, akkor az asszony kiment az utcán, és csak nem szabad csúnyán beszélni, azt mondta, hogy kapják be az argentinok. Hát az olyan fantasztikusan lelkesítő volt, és jól le is verték az argentinok. Tudja, hogy nekem az egyik legnagyobb sikerem mi volt mikor kezdtek úgy az emberek megismerni? Hát amikor a ominózus, orogán antalos, parasztozós felszólalásom volt, amikor azt mondta, mert mindig megkérdezik tőlem, hogy mert azt mondtam neki, hogy parasztnak születni nem szégyen, de parasztul viselkedni, igen. Hát ezt nálunk vidéken mondja, a paraszt az egy megbecsült ember. Hát azért nem is nézzük le, de ha valaki... Igen. És akkor mondtam a többieknek, hogy megkérdezték már sokan, hogy ez előre megírt volt. Nem. Viszont készültem arra, hogy ha a feleségét bele fogja keverni, akkor volt, hogy a Cilinek van, igen, jó vállalkozása, meg stb., akkor nagyon csúnyát fogok neki mondani, és akkor mondtam azt neki, hogy hát nagyon férfiatlan az, amikor egy férfi a felesége szoknyája mögé bújik be, és azzal takarózik, hogy ő mennyire sikeres, meg hát a legférfiatlan, bár ránézek Rogán Tórnira, más nem is jut eszembe, csak az, hogy férfiatlan, bocsánat a személyeskedését. Jó, most maga is nagyon nőies lett a végére, örülök. Nagyon nem voltunk píszik, és ebben az érdekes. De én meg azt gondolom, hogy
Persze a politikába kellenek női politikusok, kellenek egy kicsit, hogy mást vigyenek be abba a közegbe, de én nem szeretem sokszor még magamtól se, hogy ennyire keménynek kell lenni, de hát ezt a világot éljük, ezt a közeget. Amúgy hát meg maga az élet sem. Karácsony Gergely, ez hoz némi puhaságot és finomságot ebbe a politikai rendszerbe, ennek örülök, mert ő nem ilyen ütögető. Igen, igen, mindig azt mondtuk, hogy Orbán Viktort egy olyan típusú ember verheti meg. Nem, én szerintem a Gergőben most pont ez a pozitívum, hogy ezt a nyugodtságot, mondhatnám azt, hogy ezt a szerethető figurát, talán erre vágyunk a legjobban most már, hogy valaki békét hozzon. Hagyjak egy jó marketing tanácsot, mert egyszer mondtam, csak nem figyelt szerintem a Kunhalmi. Ő olyan, mint a Harry Potter. Nem láttam, nem szeretem. Vagyis én elkönyveltem, hogy én nem szeretem. Mondom, hogy az a Harry Potter legyőzött itt generációkat a világon. Igen. És nagyon hasonlít rá, és ezt mondom, a Harry Potter jelenséget ki kell használni. Uh-huh. Ő egy fiú. Igen, tudom, hogy egy kis szemüveges kis fiú. De Gergő is egy fiú. Hiába. Szerintem Orbán Viktorban is azért kezdtek el hinni sokan, mert azt gondolták, hogy ő a legkisebb fiú a mesében. A pici fiú, a szegény fiú, a népgyermeke. Igen. Igen. Egy másik fiút kell most hozni vele. És talán ez a nyugalmat, békét, nem ezt a háborúzzunk, és akkor nem, szerintem senki nem akar már háborúzni, már mindenki azt szeretné, hogy elég háború van, hát azt láttuk, a családokat összeugrasztotta Orbán Viktor politikailag, a kis közösségek belementünk, most már senki nem akar, most már mindenki azt szeretné, hogy arról beszéljünk már, hogy hogyan tudjuk ezeket a problémákat megoldani, hogy mit tudunk a gyerekeinkkel kezdeni, hogy fogjuk hazahozni. Igen, hogy csomó gyakorlati probléma van. Magyarországnak, amúgy én nem szeretem Trianont felemlegetni, de Magyarországnak most újra Trianon következik, mert ha nem tudjuk a fiataljainkat hazahozni. És nem állítjuk meg. Van egy felmérés, ami azt mondja, hogy ha 2018-ban nem sikerül a kormányváltás, komolyan 1 millió ember gondolkodik el azon, hogy elhagyja. Mi lesz ezzel az országgal? Belegondolt ebbe valami? Mi lesz Zuglóval, mi lesz Csepellel, mi lesz Hajdú-Bihar megyével? Mi lesz a szüleinkkel? Hát igen. Ne szomor, ne ez. Nem akarok. Én egy... Mit csinál ma még? Milyen feladatok van? Hazamegyek. Igen, pihenés? Nem, pénteken jövök vissza, de hazamegyek, és fél tíz lesz, mire hazaérek, és elárulom, mert igen? Úgyis ezt a kisfiam nem fogja látni, én be fogok bújni a kisfiam mellé. Jó, akkor egy ilyen... De ez a megölelgetem... Világos. Ja, igen, az hihetetlen, hogy micsoda nyugalmat tud árasztani a gyerektes, ha hozzánk én tudom, és akkor még egy titkot elárulok, úgy szoktam, hogy egy idő után hátat fordítok, és akkor befúrja a fejét a hátamba, és hát akkor ott minden rendben van. Hát akkor jó kucolgást. Hát szerintem ez, és akkor utána folytatjuk tovább. Jó, köszönöm szépen.